te magamat az ismeretlenre. Péntek az én napom, a testem a zenére hangolom, meg egy jó ital, amit szűrcsolok, minek is kéne több. Hey, 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 péntek az én napom, a testem a zenére hangolom, meg egy jó ital, amit szűrcsolok, minek is kéne több. Úgy kell megdobni, tehát szóval senkivel sem játszik. Nézd, van egy ilyen random gyerek. Jaj, ja, hogy ő dobozza jött, jó, az más? Kinek van még doboza? Csak itt van, csaló. Na, beindítjuk itt, jó, aki gondolja, az most tartsa a kezét, jó, mert itt elindítom a csatornákat, jó. Arra, igen, meg erre is aztán jutnia kell, és aki hátul van, annak pedig még az. Akik hátul vannak, azok maradjanak ott, dolgok majd én nekik. Jó. Én vagyok a jó fejbácsi. Egy a lényeg, oda, hogy a cukor után, nagyon jó vagy. Itt van még egy, nézd. Tapsol a néni, nagy a cukor. Van még egy. Én is a lényeg, hogy a cukor után mindenki mosson fogad, csillogjanak a fogak, jó, rendes van. Nagy a levegő. VIP! Oda nézzetek! Szevasztok! Csokkola! Oda nézzetek! Azért hát azért. Tele vannak hóvéval, ők kivettek egy vonatot, nem? Jár a taps, és köszönjük szépen, és amit egyébként ebben a dalban csinálni kell, ugrálni. Tudtok ugrálni? Persze, hogy tudtak ugrálni. Azt fogjuk csinálni, hogy ti a színpadon maradhattok ketten, és addig fog mindenki ugrálni a közönség soraiban, amit ti ketten ugráltok, jó? Amit kibírjátok, jó? Próbáljuk ki, ugorjatok egyet, egy nagyon magasat, jó? Egy, kettő, három. A közönség is ilyenkor ugrik egyet, jó? Hogyha ők ugrat, ti is ugratok. Ja, jó. Vágjuk! Én lehetek közönség? Próbáljuk ki még egyszer, mert az ugrás. Szent talán, hogy mindenki ugrál. Mindenki ugrál, aki hallja a hangot és látja a színpadot. Mert Budapest nyáron sokkal szabadabb. Budapest nyáron sokkal szabadabb. Gyertek, cici, nézd, cuki-cuki! 14 éves kor a korhatár, tehát nyugodtan jöhetnek föl fiúk, lányok, vegyesen, és azt szeretnék kérni a szülőtől, hogy 5 nagy lépéssel gyertek közelebb, jó? 5 nagy lépéssel, nagyon közel a színpadhoz. Igen, azért szeretünk gyerekeket kérni a színpadra, mert egyébként a szülőknek eszük ágában nem jutna elővenni mobiltelefont, hogy minket lefotózzanak. Akkor most mindenki keresse meg az apukát, nagyon így van. Nagy integetés apunak, anyunak először is, jó? Hűha! És a szülők szeretik egy nagy lelkesítő tapsot, egy sikítást kérni, jó? Oda néz, így van! Erről van szó! Gyereknap van! Csak jó? Szólok, hogy ezután a dal után helycsere majd! Igen, jönnek fel a szülők, hogy gyerekek mennek le! Úgyhogy már szülők melegítsenek! Jó! Jön egy dal szerintem, hogy gyerekek már nagyon várják! Összesen... Kettő hét! Kettő 13 hét. Nap, mert a pünkös hétfő lejön, úgyhogy... Akkor már annyi sem! 9 nap! Ha lehet az? Nem, hanem több! Sokkal kevesebb! Ki várja már a vakációt? Mindenki! Gyerünk! A súlynak vége! Viszi a kézbe! Indul a magamhoz a vakáció! Kiállt az égbe, mert várod egy éve, hogy tátánk a táborba menni jó! Versenyek nevetés, rengeteg lazulás, az ellen legjobb a számunkra!
köszönjük szépen! Ahogy ti vonatoztok, úgy bárki. De nagyon szépen csináltátok, úgyhogy most jöjjön az ajándék, ugye? Csak, igen, mindenki vegyen belőle el három darabot, és adja tovább az acskot, jó? Tényleg? Fogjátok meg három darabot, van annyi. Hey, takarító! A takarító! A takarító! Hát köszönöm a közönségemnek. Tényleg megtisztelő, hogy engem így ennyire, de tényleg szánalommal a sapkát. Ne. Keveset tudjátok, de Kuka imádja a cukrokat, úgyhogy akinél van felesleges cukor, az ha most eltalálják Kukának a fejét, akkor szerencsés lesz. Vigyázzon, ninja képzőt végeztem majdnem kettesre. Semmi van. Ja, hogy van még. Ennél sokkal fontosabb, mert vicceltem. De visszadobod a cukrot. Morális vagy? Ez szóval a fejemben. Igen, úgyhogy én nyertem. Ennyire izgatott. Ragadsz. Ki az, aki ma már fogyasztott bármiféle folyadékot, mert ilyen melegben ugye pótolni kell a folyadékot. Ne dobálj. Jó, csak viccelem. Tudom, hol laksz, megtalálom. Nem kell megdobálni, jó? Légy szépen, csináljátok. Köszönöm. Na, nagyon helyes, mert hogy a szülők azok fogyasztanak rendesen alkoholt is, hogyha esetleg találnak ilyeneket, mert hogy a gyerek, hogyha megkérdezi, hogy mi az, amit látnak, akkor majd el tudják nekik mondani, hogy Tehát, hogy ez a, az erdőben. Az összes nagyon erdő szépségét be lehet nekik mutatni. Figyeljetek, nagyon fontos az, hogy esetleg valaki tényleg a szülőkös szólok most, alkohol tartva, műtalat fogyaszt, vigyázzon a mennyiségre, jó? Ja, meg azt tudják legalább, hol vannak ezek az első segélynyújtó helyek. De nem első segélyt nyújtanak, ők játszanak. Hát ott lehet pumpálni egy babát. Az más. A száján keresztül. Az más. Az más lesz szerintem, de ne is akadjunk fel ezen, hiszen következik az a dolog, ami tényleg a világ legkönnyebb refrénjét tartalmazó, és rendelkezik vele, ez a és lá lá lé. Volt kívánság, ott van a sapkás jobb. Megkérjük a sztár vendéget, hogy jöjjön fel a színpadra? Nem, már megint ugrálni fog, ne, jó helyen van ott. Jó, hát akkor jöjjön fel a színpadra. Most úgyis cukorral van elfoglalva. Csak azt, hogy... Ne, jöjjön fel, de. Kap három cukrot, hogy ne Forduljuk a közönség felé, kapsz egy mikrofon, ne menj el, kapsz egy mikrofont kölcsönbe. Figyelj. Azt kell. Jó. Megy végig? Azt nem tudtam, mert akkor még mumszos volt. Igen, meg a cukor azért mégiscsak fontosabb. Nagy tapsot szeretnék kérni az úriembernek. Szeretném, ha mindenkinek ilyen jó ízlésű szülője lenne, aki tényleg normális dalokat mutat a gyermekének. Hazafelé az út veszélyesünk, világslágerre búcsúzunk, úgyhogy mindenki... Jaj, de vagyunk, ne vagyunk szín a lincba. Ajta! Lá, lá, lé, lá, lá, lé, lá, 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 lé. Hey! Veszélyes az út. Vagyok. Egy kicsit részeg vagyok, de a kedvem jó, és ez a lényeg, józanság is tiszta méreg. Előttem táblák, csíkosak és nagyok, mögöttük egy csödör, én meg vele hukkanok. Nyírkos, mély és még piasi, pedig emberi körökben a drága kincs. Ráülök egy homok halomra, és rágyújtok a kedvenc dalomra, gyerünk! Ugrok egy nagyot már is, hopp! A gödörből végre yeah! Vagyok, de attól a helyre jobban mozgott alattam. Én szerencsére álban maradtam, mikor jöttek a rendőrök és rám néztek. Megállítsuk! Na, hadd csak egy része! Jó! Közmazdi! Kész szerencsét! Boros üvegnap út a falcsebben még. Hol? Nem látták el? Úgyhogy! Kortyolok a boromból! Na mutasd, hogy! Fúj, de gusztustalan a bácsi! Még jobb a kedvem, steppenek ennyi! Egy, két, há is! Leesett a karomból a karóra, mikor rákezdtük a kedvenc dalomra. Gyerünk, halljam! Lá, lá, lé, lá, 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 lé, lá, lá, lé, veszélyes az út. Hangosan, gyerünk!
vonalni. De tévedtem volna, olyan, mint a feleséges szólna. Hangokat hallok, de nem értem. Egyezem a fülem és hajlik az érlem. Beesek egy ajtón és rám szólna, hogy tessék vigyázni, az ajtók rárólnak. Jézus várja, hova kerültem? A metróban vagyok és egy székre ültem. De jött felém egy ő, és vagy ötet volt. Léveket, véleteket! Na ittod, elkezdtem buszni, a ő is szaladt. De sajnos az ajtó. Mindenkinek felfordult a gyomra, mert rágyújtottam a kedvenc kalapomra. Hello! Tapsos finálé éneklése! Vagyunk! Így lesz jó! Mindenkinek tapsos finálé éneklése! Figyelem! Kezdjük el! Rajta! La la lé! Csak ki! Kocsi szép.